Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Június 12-e szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Első tanévét töltötte felújított és kibővített épületében a Págisz, amelynek diákjai sikert sikerre halmoztak. Kiváló eredményeket értek el a Lukácsos diákok a mostani tanévben, egyre többen választják az iskolát. Néhány nap múlva vége a tanításnak, kezdődik a nyári szünidő, amire érdemes felkészíteni a gyerekeket. A Covid-járvány után az első nyugodt, a korábbi milliárdos épületfelújítás és bővítés után pedig első igazán kényelmes tanévét zárja napokon belül a Pattantyús Ábrahám Géza Technikum. Az intézményben most már igazán európai körülmények között zajlik a munka, nem véletlenül a diákok komoly sikereket is értek el az elmúlt időszakban. Nyáron sem lesz teljes a pihenés a Págiszban, a szünidőben is lesz bőven feladat. Többek között az iskolában megvalósult fejlesztések gyerekbetegségeit próbálják orvosolni. Az alapokat is meg kell tanulni az ország egyik legjobb villamosipari technikumában, a világjárvány után az első igazán nyugodt, a nagyszabású felújítást és bővítést követően pedig az első igazán méltó környezetben eltöltött tanévét zárja a Págisz. Különleges évünk volt az idei, a koronavírus járványt követő első békés év volt az, amikor kibővült létszámmal, kibővült épülettel, nyugodt körülmények között, tágas, világos terekben, levegővel, zajmentesen tudtuk az oktatást kivitelezni, meg is hozta az eredményét, természetesen ettől függetlenül is hasonló eredményeket vártunk volna a diákoktól és a kollégáktól, de nagyon örülünk, hogy az új épületben és a nyugodt feltételek mellett a gyerekeink nagyon szépen és jól teljesítettek, sikeres beiskolázást tudhatunk a hátunk mögött. Két szakmasztárral, egy negyedik helyezettel is büszkélkedhetünk, de számtalan vetélkedőn és versenyen voltak eredményesek a gyerekeink. Épp a múlt héten az Alprosis versenyt nyerték meg, és a dobogóról egy ponttal lecsúszva negyedik helyet is hoztunk el, de Sátoraljaújhelyen a szép magyar nyelvről rendezett vetélkedőn is országos eredmény és emlékére meggazdagodtunk ebben az évben is, most már ennek is hagyománya van, hogy a nyelvművelés terén is az egyik kolléganőnk tanítványaival mindig nagyon eredményes. Ugyanígy büszkék vagyunk arra, hogy az érettségi és a szakmai vizsgák, az ágazati vizsgák rendben zajlanak, szép eredményeket tudhatnak maguk mögött, akik már sikerrel vizsgáztak, eddig még sikertelenségünk nem volt, úgyhogy azt hiszem, összehasonlítva az előző éveket, hogy sokkal nyugodtabb körülmények között tudtunk dolgozni, és ez az eredményességen és a hatékonyságon is látszik. Hamarosan kitör a nyári szünidő, ami a gyerekek és az iskolai dolgozók nagy részének a pihenést és a feltöltődést jelenti. A technikumban persze nem csak a láblógatásról szól majd a nyár, sok feladat és kihívás is vár a págiszosokra. Nagyon fontos, hogy feltöltődve kezdjük majd a következő tanévet, de igen, valóban folytatódik a finom hangolás az új épületben, hiszen az egész évünk azért próbaüzemben zajlott, meg kell tanulnunk ezt a házat működtetni. A sok modern technikának van néha hátulütője, azért ezt a mindennapokban átéltük és megtapasztaltuk. További felújításokat is tervezünk természetesen. Nyári gyakorlatra is menni kell a fiataloknak 11. és 12. évfolyamban, és nyilván a vizsgák is belenyúlnak a nyári szünetbe, hiszen július elejéig még mindenki dolgozik, a vizsgák is, akkor fejeződnek majd benálunk. Az igazgató hozzátette, a következő időszak feladatai közé tartozik a milliárdos fejlesztések után visszamaradt gyerekbetegségek orvoslása és az elmaradt apró felújítások elvégzése is. Ezekhez pedig folyamatosan jó szándékú támogatókat keres az ország egyik legjobb technikuma. Az eddigi legerősebb tanévet tudhatja hamarosan maga mögött a Jedlikányos Gépipari és Informatikai Technikum. A mostani lesz az iskola 123 éves történetének legjobb átlaga, és az érettségizők is remekeltek a vizsgákon.
Több szakmában is dobogóra állhattak a jedlikesek. A versenyszereplésekre is büszkék lehetnek a tanulók. Az iskolában a diák élet is pezsgő, ahová mind a 47 lány büszkén és boldogan jár be nap mint nap. Osztálykirándulások, diáknap, sportnap, vagy épp a 24 órás vetélkedő. Mindegyik program kiváló lehetőség a tanulás mellett, ami a jedlikesek szerint összekovácsolja a közösséget. Mozgalmas mindennapok a jedlikányos gépipari és informatikai technikumban. A középiskola a gépipar és az informatika fellegváraként is ismert, hiszen az itt végző diákok nagy előnnyel lépnek a munkaerőpiacra. Az idei tanévük pedig az eddigi legjobb lehet a várakozások szerint. Nekünk ez volt a 123. tanévünk, és mindig arra gondolunk, hogy nem lehet überelni ezt eredményben, de igen lehet, mert a iskola történetének most lett a legjobb átlaga ebben a tanévben. Eredményekből szerencsére nagyon sok van. Tanulmányi eredmények is, és verseny eredményekben is gazdag volt az idei év. Örülünk neki, hogy nagyon sok diák már a korábbi éveken 10-11. 12-ben is szép verseny eredményeket ér el, de természetesen szakmai képzésben a utolsó évfolyamon, a 13. évfolyamon vannak a legjobb eredmények, és itt több nálunk oktatott szakmában és országos dobogós helyezések lettek a szakmasztárversenyen, aminek nagyon örülünk. A jedlikesek szinte mindegyike egy vagy több nyelvvizsgával távozik az iskolából, ráadásul a legtöbb tárgyból már akár 11. osztályba is előrehozott érettségit tesznek. Most először megváltozott az érettségi, ami azt jelenti, hogy néhány diák kivételével nem raknak teljes értékű érettségit a diákjaink, ez így van az egész szakképzésben, minden technikumban. És nyilván az írásbeli vizsgák megvannak, ezeknek az eredményeit ismerjük, szerintem nagyon jók, a szóbelik pedig a következő két hétben lesznek majd. Ahogy ezeken a felvételeken is látszik, óriási hangulat volt május végén az egyetemi csarnokban, ahol a 24 órás vetélkedőn buliztak együtt a győri középiskolák, a jedlik pedig épp hogy lemaradt a dobogó legfelső fokáról. Nem csak ilyenkor lehet azonban szórakozni, egész évben izgalmakkal teli a jedlikes diák élet. Elsődlegesen a különböző iskolai rendezvényeinket, amit főként a diák önkormányzat szokott szervezni, például 24 órás sportrendezvények, röpi, főleg foci, illetve amit igazgató úr is említett már, hogy ez a 24 órás VDF vagy város által megszervezett hát ilyen diákprogram, amin immáron szerintem már két éve részt veszünk, és mindig nagyon szép eredményeket érünk el. Emellett nyilván az iskolának több egyéb lehetőség, vagy iskolában egyéb lehetőségek is adódnak, például robotika szakkör és egyéb szakkörök. Viszont az én esetemben például egy emelt magyar fakultáció is simán szóba jöhet, szóval egyébként a tanárok abszolút segítőkészek és együttműködőek ilyen szempontból. Semsei Viktória kicsit tartott tőle, hogy kevés lesz a hölgy diáktársa az iskolában. A 47 lány azonban nagy becsben van tartva, főként nőnapon kényeztetik el őket a fiatal emberek, akikkel közösen nagyon jó közösséget alkotnak az iskolában. A vizsgákra és a tanulmányi versenyekre is jól sikerült a diákok felkészítése, ami megmutatkozik a kiváló eredményeken, emelte ki Szentpéteri Marianna. A Lukács iskola igazgatója arról is beszélt, a beiskolázás megmutatta, hogy egyre többen választanak népszerű szakmákat, és komoly vonzerőt jelent a diákok számára az ösztöndíj is. Az iskolában egyébként jelenleg gőzerővel zajlanak a technikusi ágazati vizsgák, jövő héten pedig a szóbeli érettségig következnek. Javában zajlik a technikusi ágazati vizsga a Lukásban, az elmúlt hetekben szinte minden a vizsgákról szól, és így lesz ez még egész hónapban. A nagy számok tükrében 331 tanuló tett szakmai vizsgát, technikus, illetve szakképzőiskolai vizsgát, 301 tanuló tesz ágazati alapvizsgát most évvégén, és 182 tanuló pedig az érettségi vizsgára készült. A szakmai vizsga újdonságát jelentette, hogy a interaktív formában történik az írásbeli vizsgarész, utána van egy projekt feladat végrehajtás, illetve egy portfólió bemutatás, és biztos, hogy ösztönző a
pályakezdési támogatás, hiszen nagyon szép eredményeket értünk el. Igaz, hogy még összesítő kimutatást nem készítettünk, de 4 egész fölött van a szakmai vizsga átlaga, és bizonyos technikusi osztályokban a mechatronikai technikus, alternatív járműhajtási technikus 4,5 fölött van a szakmai vizsga átlag. Ezen a héten kezdődtek el az ágazati alapvizsgák, a szakképzőiskola 9. évfolyamának, illetve a technikus képzésnek a 10. évfolyamában. Ez egy írásbeli rész, vizsgarészből áll, és egy gyakorlati feladat megoldásából, és jövő héten kezdődnek az érettségi szóbeli vizsgák. Szentpéteri Marianna arról is beszámolt, hogy a népszerű szakmákra nagy igény van. Az évértékelés kapcsán az igazgató kiemelte, nagy hangsúlyt fektettek a beiskolázásra, amelynek meg is lett a pozitív eredménye. Az őszi időszak az a beiskolázási pályaválasztási kampányról szólt. Általános iskolai roadshow-k, nyitott kapuk, mi a pályarendezvények, iskola bemutató programokon vettek részt az érdeklődő diákok, illetve az őket elkísérő szülők, és ennek eredményeképpen a második fél évben megtörtént a beiskolázási mutatóknak a elkészítése, és örömmel mondhatjuk, hogy a technikumi képzésben 96%-os a beiskolázásunk. A technikumi képzésbe így 7 osztályt tudunk elindítani. A szakiskolai képzésbe is nagyon jó a mutató arány. Itt még van néhány üres hely, és bízunk abba, hogy az augusztusi pótbeiratkozáson ezek a helyek is betelnek, tehát összességében azt lehet mondani, hogy eredményes volt ez a kampány. Ami a szakképzést vonzóvá teszi, az először is az, hogy az szakképzőiskolai képzésben 9. évfolyamon az ösztöndíj, a technikumi képzésben 9. évfolyamon az ösztöndíj, utána a duális képzésben már a munkaszerződés segítségével a diákok munkabérben részesülnek. A pályakezdési támogatás is jelentős motiváció a fiatalok számára. A lukácsos diákok a szakmai versenyeken is kimagasló eredményeket értek el. Nagyon fontos volt a versenyfelkészítés is. Diákjaink nagyon szép eredményeket értek el az országos, megyei, illetve a regionális versenyeken. Büszkék vagyunk arra, hogy a szakma kiváló tanulója a Szakmasztár Fesztiválon 8 diákunk állhatott dobogóra, alternatív járműhajtási technikus, mechatronikai technikus, autógyártó, öntvénykészítő, CNC programozó szakmákban, de az egész Győri Szakképzési Centrum is büszke lehet az iskoláira, a diákjaira és az oktatókra. Budapest után ugyanis Győr szerezte a második legtöbb dobogós helyezést. Igazi nagy sikernek számít az is, hogy a lukácsos táncos Bence autószerelő bejutott a szeptemberi World Skills szakmai világbajnokságra. Orvosi szempontból is izgalmas és munkás tanév zárul hamarosan a magyarországi általános és középiskolákban. Ezt mondta a Győr Plusznak dr. Schmidt Péter házi gyermekorvos. A doktor kiemelte, nehezen gyógyuló gyerekbetegségekkel kellett megküzdeniük az elmúlt hónapokban, illetve ismét előtérbe került az úgynevezett lepkevírus is. Ennek ellenére a nyárba a fiatalok többsége egészségesen vág bele, most azonban jön a táborozási szezon. Erre vonatkozóan is van 1-2 jó tanácsa a szakembernek. Egyre jobb kedvűek az iskolások Győrben is, néhány nap és vége a 2023-2024-es tanévnek. Hamarosan indul a nyári szünidő. Nem csak a diákoknak és a tanároknak, de orvosi szempontból is mozgalmas volt a mostani tanév. Erről beszélt híradónknak a házi gyermekorvos. Október-novemberben volt egy nagyon komoly hullám, amikor azt vettük észre, hogy 2 hónap. Tehát 2 hónap kellett ahhoz, hogy a gyermek valóban meggyógyuljon, a visszatérő állandó rutos kőgések, amit aztán továbbadott az osztályba is, az iskolába, azok nagyon nehezen voltak kezelhetők. Karácsony táján viszonylag gondtalan volt az ellátás, és akkor február-március volt nagyon-nagyon kemény számunkra. Az októberihez hasonlóan ismét volt egy olyan felső légúti ruttal, nem mindig lázajára, de olyan erős köhögés,
arcüreggyulladás, ami nagyon-nagyon megviselt minket, és nagyon nehéz volt a gyógyítás. Hála Istennek elmúlt ez a 4-5 hetes nagyon komoly állapot. Utána aztán már viszonylag csendesebb volt a május és a június. Ami a érdekes volt, amit az elmúlt 40-50 évben nem tapasztaltunk, hogy talán a COVID miatt egy másodlagos fertőzéssel volt egy bizonyos lepke vírus fertőzés, ami azt jelenti, hogy nem fertőző beteg, de a szülők úgy érezték, hogy fertőző. Megmondtuk, hogy semmiféle antibiotikum nincsen, kenőt nincsen, antiallergiás szerrel nagyon szépen gyógyult. Előfordult esetleg, hogy 6-7 nap után is még látszottak ezek a kiütések, de a szülőket megnyugtattuk, hogy ezzel gond nincsen. Szépen le is vonult, az elmúlt napokban talán egy esetleg kettő fordult elő. Jön a szünidő, jönnek az újabb kihívások gyerekeknek és szülőknek egyaránt. A szakember a nyári időszakra is adott néhány jó tanácsot, amiknek megfogadásával könnyebb és problémamentesebb lehet például a táborozás. Régen még 15-20 évvel ezelőtt kötelező módon a táborba indulás előtt kellett egy orvos igazolás, most már nem kérik mindenhol, de a cukorbeteg, aszmás, allergiás betegségbe szenvedők mindenképpen vigyék magukat a gyógyszerrel. Jártunk már úgy, a szülő rohant a gyermek után, hogy vigye a gyógyszereit, mert a pedagógusok ezt kérték. Hát a közlekedésben nagyon-nagyon fontos, fölgyorsult a világ. Valamelyik nap beszélgettem hivatalos szakemberekkel, majdnem minden nap történik sajnos ilyen rolleres baleset, ami azt jelenti, hogy vagy átrohannak a zebrán, vagy olyan útkeresztésbe mennek, ami nagyon veszélyes. Tehát mindenképpen azt mondjuk, főleg az alsó tagozatosoknak, ha egy mód van rá, nagyon-nagyon vigyázni a zebrán, úgy közlekedjenek, hogy a szeptembert érjék meg teljes egészségbe. A szülők részére nagyon-nagyon fontos, hogy jön a kánikula. Tehát gyakorlatilag lássilapító mindig legyen készen ébe a leégés ellen, tehát az erős ultraviolett sugárzás esetén mindig legyen megfelelő kenőcs készen ébe. Most már olyan széles paletta van a gyógyszertárban az ilyen UV-ellenes kenőcsökből, hogy szinte nagyon sokat lehet választani. Lássilapítás, és ugye nagyon sokan jönnek hozzám is, asszisztensnőmözés, kérem szépen, megyünk egy hétre Horvátországban, megyünk 3 hétre nyaralni, és akkor általában segítünk összeállítani olyan úti csomagot, ami hányásra, lázra, kiütésekre, illetve bármely betegségre, hasmenésre is megfelelő gyógymódot ad. Dr. Schmidt Péter arra kért mindenkit, ha most az eléggé változékony időben valaki nem érzi jól magát és gyanús tüneteket produkál, akkor is azonnal maradjon otthon, ne menjen közösségbe, és mielőbb lépjen kapcsolatba házi orvosával. Az elmúlt hetekben lehullott nagy mennyiségű csapadék komolyan megnehezíti az idei aratást. Ráadásul a nedves, párás idő miatt többfajta gombabetegség is megjelent a termőföldeken, ami jelentős károkat okozhat, mondta el a Győr Plusznak Németh Gergely. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke arról is beszélt, idén korábban lehet aratni a gabonaféléket, amit azonban sok helyen megakadályoz a magas talajvíz. Közeleg az aratás időszaka a termőföldeken, azonban az elmúlt hetek nagy mennyiségű csapadéka igazi kihívás elé állítja a gazdákat. Régi népi megfigyelés és régi mondás, esőért és rossz kabátért nem kell imádkozni, hát most bebizonyosodott, úgyhogy próbálkoztunk, ugye a rossz kabátért nem, de esőért imádkoztunk szinte az elmúlt években, viszont itt a nyugati végeken kaptunk belőle annyit, hogy befolyásolni fogja az aratást, hisz most már megjelent a gabonákon a fuzárium, ez egy gombabetegség, amit sajnos már nem tudunk megvédeni. Ott, ahol elkapta a buzákat, árpákat, ott komoly gond lesz, komoly terméskiesés, vagy egy olyan minőségi termés lesz, amit tényleg csak erőművekbe tudunk felhasználni. Én bízom benne, hogy minden jó, rosszban van valami jó. Hát itt talán a felvásárlási árak a jó minőségű gabona irányába mennek el, úgyhogy bízom be, hogy valamilyen szinten a gabona árában fog ez kompenzációként megjelenni. Egészen biztos, hogy idén nagyon nehéz aratás elé nézünk, állítja az elnök, és az is biztos, hogy sok munka vár a mezőgazdaságban dolgozókra a következő napokban. Mindannyian tudjuk, volt olyan nap itt az Alpok alján, hogy több mint egy havi csapadék esett le pár óra alatt. Ez ellen küzdenünk kell. Itt a nyakunkon az aratás, megkezdődtek a cséplőgépek felkészítései, gépszemlék,
nagyon nehéz aratás elé nézünk, többek közt a csapadékos időjárás miatt, és amiatt is, hogy vannak olyan területek, ahol biztos, hogy még mindig belvízzel számolhatunk. Ott, ahol belvíz van, nagy valószínűsége egy a megyére levetítve, főleg a Rába közi településekre, 10-15% fent fog maradni, mint árpából, repcéből, buzából, mert nincs az a gép, ami leszedje. Németh Gergely szerint az enyhe tél és a nyárias tavasz miatt az őszi árpa már aratható, és a többi gabona, haszon növény szintén betakarítható. Az őszi árpák nagy része már aratásképes, úgyhogy itt várjuk, ha 2-3 napon belül jönne egy olyan napsütéses száraz idő, az mindenképp megkezdődne, ugyanúgy így állunk a repcével is, sőt a buzák is itt hirtelen elkezdtek érni. Ugyan Péter Pál, amikor megszakad a népi megfigyelés szerint a gabona gyökere, de én úgy érzem, hogy Péter Pálra még az egy-két hét, arra az őszi árpa nagy része le is lesz aratva, ahol le tudják aratni, sőt a repcéknek is egy része, és nagy valószínűséggel nem a buza gyökere szakad meg, hanem a buza aratásnak is neki fogunk állni. 2-3 hete a kalászok állapota alapján még jó terméshozam volt kilátásban, azonban a belvíz ronthat a betakarított gabona mennyiségén. Ragyogó napsütés, jó kedv és önfelett játék jellemezte a Mindszentpusztai Autista Otthon javára már 7. alkalommal megrendezett jótékonysági focikupát az elmúlt hétvégén. A hagyományőrző rendezvény most is sokakat megmozgatott. 17 csapat vett részt, akik évről évre azért fociznak, hogy segítsék az otthon lakóit. A Mit tehetnék érted autista lakóotthon 2002 és 2006 között épült Mindszentpusztán széles társadalmi összefogással, akkor még egyedülállóként az országban. Nagy erőbedobással küzdöttek a gólokért a 7. alkalommal életre hívott jótékonysági focitornán az Eto stadionban szombaton. A Mit tehetnék érted autista lakóotthon támogatására létrejött sporteseményre évről évre egyre több csapat nevez. A pénz az mindig szükös, kevés. Mindig jól jön, hogyha jótékony szervezetek, jótékony cégek, jótékony magánszemélyek támogatják, és hát ennek a támogatásnak egy formája az, hogy most itt összejövünk, focizunk egy jót, a díjakat is adott esetben egy részét ott lehet látni az asztalon. Könnyen lehet, hogy a támogatónak, mármint hogy az Etónak, amely az első szóra segített minket azzal, hogy ingyen rendelkezésre bocsátotta az infrastruktúrát. Az Etónak az első osztályba jutása is lehet, hogy egy kicsit ez a figyelem egy kicsit a mi rendezvényünkre is kiterjedt. Ez most csak egy hangos gondolkodás volt, lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. A lényeg az, hogy most 17 csapat van, korábban még sose volt ennyi. Ternyák László a kezdetektől elkötelezett segítője a Mindszentpusztai Otthonnak, cégük finanszírozta az építéskor a tetőszerkezetet is, azóta is szívén viseli a szervezet sorsát. Minden tornán a Ternyák kezdetől fogva részt vesz. Én másokat is támogatok anyagi lehetőségeimhez mérten. Örülök, hogy a városnak a polgára vagyok, 50 éve itt élek, és a sport amúgy meg az mindennapi életemhez hozzátartozik most is, és ezért is vagyok most is itt. Hát sokat nem is focizok, de azért egy-két labdába belerugok. A Mit tehetnék érted autista lakóotthon 2002 és 2006 között épült fel Mindszentpusztán széles társadalmi összefogással. Az országban ez volt az első ilyen jellegű otthon. Jelenleg is nagyon kevés a civil erővel létrejött autista szociális intézmény. Bár állami kezdeményezések vannak, az igény nagyon nagy, így hosszú a várólista. Mi bővíteni nem tudunk, de igény az hatalmas lenne, mert az országban nagyon kevés a civil autista szociális intézmény. Állami kezdeményezések már vannak, de nagyon kevés, és nagyon magas a várólista mindenhol. Mit jelent az önök számára, hogy évről évre megrendezik ezt a tornát az önök javára? Minden évben forráshiánnyal küszködünk,
így az idén is. Az idén például még nem volt működésre pályázatunk. Ez egy nagyon nagy segítség, egyrészt anyagilag, másrészt nagyon jó érzés látni ezt a társadalmi összefogást, hogy eljönnek különböző csapatok, és ezen ügy érdekében adakoznak, plusz még játszanak, sportolnak. A foci csapatokban pedig a férfiak mellett a nők is megtámadták az ellenséges kapukat, így ismét több százezer forint gyűlhetett össze a lakó otthonnak. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, csütörtökön este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.